két lélektanilag feltételezhetően mély ponton lévő együttes összecsapását közvetítjük. Köszöntöm a hajdonállási televízió nézőit. A miénk ugyanis a női NB1B keleti csoportjában a Kecskemét együttesével csapnak össze, és hogy mi indokolhatja a lélektani mélypontot, nos, Molnár András együttese, ő másfél éve nem látott különbségű vereséget szenvedett idegenben a Pénzügyőr ellen az előző körben, míg a kecskemétiek eddig 5 mérkőzésükből mindössze egyet tudtak megnyerni 4 vereség mellett. Ez természetesen bőven alulmúlja az idény előtti várakozásaikat. Hogy mit tett a két csapata a javítás érdekében az elmúlt napokban, remélhetőleg ki tudjuk deríteni a következő percekben a két vezetőedzőtől. Jó formában lévő csapathoz utaztunk az elmúlt fordulóban, szokatlan időben kezdtünk, mégis első ránézésre a 13 gólos vereség megdöbbentőnek tűnik. Mi okozta ezt a nagy különbséget? Igen, jó a jelző. Magam sem gondoltam volna, hogy ilyen különbséggel ebbe a bajnokságban mi vereséget fogunk szenvedni, különösen úgy, hogy ugye Egerben azért nagyon tisztességesen helyt álltunk. Hát egy nagyon jól küzdő, tele önbizalommal küzdett játékosokkal találkoztunk, akik föl is vitték a pályára ezt az óriási nagy önbizalmat. És ugye ez tipikusan az a mérkőzés volt, ahol az egyik csapatnak minden sikerül, a másiknak nem. Sajnos a legvégére a hitünk is elfogyott, és hibát hibára halmoztunk. Én szerintem nagyon sok mindent megpróbáltunk a kollégámmal, hogy abból a mérkőzésből a maximumot kihozzuk, ami akár látva azt a kisebb mértékű vereség is annak számított volna. Úgyhogy valóban az időpontra egy picit lehet fogni, tehát ez a déli időpont nyilván nem szerencsés, ettől függetlenül ez nem mentesíti a játékosokat egyáltalán. Átbeszéltük, illetve hát én azt mondtam, hogy ez pont egy olyan mérkőzés volt, amit azonnal el kell felejteni, hiszen a lehető legrosszabbkor játszottunk rosszul, mert lehet jókor rosszul játszani, esetleg olyan az ellenfél, akit az ember maga alá tud gyűrni, hát ők nem olyanok voltak. Nem foglalkoztunk utána ezzel, próbáltuk a hibáinkat a héten korrigálni, ami azért szerencsés hét volt, hiszen ugye 23-a ünnepnap volt, amit mi arra használtuk, hogy tudtunk kettőt edzeni, hiszen mindenki itthon volt. Tehát azt gondolom azért egyel több edzéssel tudtunk most erre a mérkőzésre készülni. Hát nagyon bízom benne, hogy ki tudunk lépni abból a gödörből, amit magunknak ástunk, hiszen ha őszinték akarunk lenni, és én mondtam a csajoknak, azért még komoly magasságot még nem ugrottunk át, tehát ez az eddigi győzelmeink, azt gondolom az elválható kategória, vagy esetleg a két idegenbeli, azt gondolom komoly tényezőnek számító csapata a Pénzügyőr, és az Eger otthonában sem tudtunk előrelépni. Azt gondolom ez lenne most az első olyan nagyobb lépcső, amit meg kellene lépni a csapatnak, ha úgy érzi, hogy hivatott arra, hogy a mezény első felébe végezzen. Ehhez azért nagyban kapcsolódik talán az is, hogy akkor, ahogy kiveszem a szavaidból, nem érezted úgy, hogy nyomot hagyott esetleg ebben a fiatal csapatban az a nagy arányú vereség? Én akkor úgy láttam jónak, amint mondtam rögtön a mérkőzés után, hogy ezt azonnal el kell felejteni. Nem az akarattal volt a baj, egyszerűen ilyen napot fogtunk ki, és még egyszer mondom, az, amikor a mérkőzéseiket elemeztem az ellenfélnek, látszódott, hogy egy önbizalommal teli csapatról van szó, mint ahogy az előbb említettem, akik fiatalok, lendületesek, bíznak magukban, bátran fölvállalják azokat az egy-egy elleni küzdelmeket, amit éppen a mérkőzés azon szakasza hoz, és én éreztem azt, hogy ez komoly veszélyt jelentett. Az elején voltunk partnerek, majd a második fél időben lett volna esélyünk a fölzárkózásra, de minden lehetőségünket elrontottuk, úgyhogy én most azt gondolom, hogy csak ezzel a mérkőzéssel kellett foglalkoznunk a héten. Nagyon sokat készültünk, megmondom őszintén, talán most egy kicsit a fizikális munkarovására is elmentünk nagyon a taktikai dolgok felé, azért, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni, amit mondok, borzasztóan nehéz feladat lesz. Tehát közel sem tükrözi a csapatjáték erejét, a Kecskemétét, mint ahol a tabellán elfoglalt helye van. Ez egy borzasztóan erős játékos állomány NB1B szinten, akinek a legyőzése azt gondolom nagyon komoly feladat lesz. Tartsenge sérüléséről legutóbb már szót ejtettél, rajta kívül van esetleg olyan játékos, aki nem tud ma a csapat segítségére lenni? Rajta kívül úgy tűnik, hogy megvagyunk, tehát a Porbrig is visszajött, tehát hogyha ott jobb szélen kell a segítség, azt gondolom, hogy ő
bevethető, tehát az apróbb sérüléseink helyre jöttek, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy tényleg most mindenki kivont karddal fog harcolni ezen a mai mérkőzésen, és furcsa, amit mondok, de ebbe az is benne van, hogy kiválóan fogunk játszani, és nem nyerünk, hiszen egy nagyon jó csapattal fogunk játszani, úgyhogy nagyon sok mindennek kell jó párosodni ahhoz, hogy győzni tudunk, ugyanis én azt gondolom, hogy egy ennyi sok jó játékos önkéntelenül is elkezd egyszer csak jól játszani, tehát nagyon bízom benne, hogy ez nem a mai nap lesz. Minden eddigi bajnoki mérkőzésén legalább 30 gólt kapott a Kecskemét. A várakozásokon aluli szereplés csak a rendezetlen védekezésnek tudható be, vagy van valami átfogó probléma, amit nem sikerült még orvosolni? Nem hiszem, elsősorban nem is a rendezetlen, hanem a rendezett védelemben vannak problémáink, tehát az nem áll össze olyan szinten, ahogy kellene. Amikor nem kellene, kiugrálunk, amikor ki kellene jönni, akkor pedig bennmaradunk. Voltak távozók a csapatban, viszont érkezett például Maláti Dóra is, akivel erősödtek az átlövő variációk. Mennyire lehetett ezt már kihozni az eddigi mérkőzéseken, mennyire sikerült beilleszteni a két új érkezőt? Igen, voltak olyan mérkőzések, amikor úgy tűnt, hogy sikerült, de még mindig vannak azok az apró kis problémák, ami labda továbbításba, labda kezelési hibákba csúcsosodik ki. Többször is éles kritikával illette a csapat teljesítményét az elmúlt fordulókban. Miben kell elsősorban változni, vagy mit terveztek a mai mérkőzésre, hogy ez a találkozó már jobban sikerüljön? Nem tudom, én azt mondom, hogy elsősorban a játékosoknak a fejébe kell, hogy rend legyen. Én nem éreztem bizonyos szituációkban, hogy ez így történt, de remélem, hogy ma ezen változtatunk. A Hajdúnánás kerete is azért nagyban átalakult, megfiatalodott ez a csapat. Mennyiben jelenthet ez változást az elmúlt évekbeli összecsapásokhoz képest? Ugye edzőmérkőzést játszottak már egymás ellen a csapatok. Mennyiben indultak ki esetleg ebből a felkészülés során? Nem hiszem, tehát itt most már azért, mivel mindenki videózik, eltelt már ugye 5 forduló a bajnokságból, tehát azért mindig a frissebb mérkőzésekből próbál kiindulni bármelyik edző. Van esetleg olyan játékos, aki sérülés vagy egyéb ok miatt nem tudott a csapattal tartani? Elvileg olyan nincs, aki meghatározó szerepet töltene be a csapatba, tehát elvileg a legerősebb kerettel. Nagyon felhívom a figyelmeteket az elejére, nem kívül. Nincs kimélet az elején semmiben. Semmiben. Világos. Na hajrá, gyerekek! Gyerekek! Gyertárom! Nánás! No és akkor a két edző felvezetője után, de még a kezdő sípszó előtt nézzük meg, hogy konkrétan mely játékosok is vannak ott a két csapatban a mai mérkőzésen. A kecskemétieknél 6-ossal Karacs Jázmin, 8-assal Konfár Renáta, 9-essel Krenner Fanni, 11-essel Kaiser Melitta, 16-ossal Pálinkás Viktória, 17-essel Gulyás Vanda, 18-assal Palotás Fanni, 20-assal Németh Kitti, 22-essel Orel Bettina, 23-assal Tóth Lilla, 37-essel Pénzes Laura, 76-ossal Németh Zsófia és 96-ossal Maláti Dóra bevethető, míg a miénknél 19-essel Kelemen Gréta, 50-essel Kemény Dóra, 1-essel Kis Bernadett, 37-essel Kozma Krisztina, 99-essel Kozma Tünde, 14-essel Mihovics Ivanna, 87-essel Osvai Fanni, 8-assal Por Brigitta, 3-assal Kilcs Tatjana, 33-assal Zelizi Fanni, 4-essel Zihor Flóra, 68-assal Cserős Petra, 44-essel Som Ildikó, 23-assal Rabina Inez és 13-assal Vámosi Panna bevethető, amennyiben Molnár András úgy gondolja majd a mérkőzés során. A találkozót a kecskemétiek kezdik, akiknél egyébként, ahogyan azt Varga József is megerősítette, komoly hiányzó nincsen. A keretbe tartozó játékosok közül Süje Ágot a Sára az, aki egyébként sérüléssel bajlódik, ő nagy valószínűséggel csak novemberben térhet majd vissza a pályára, de ő fiatal játékosként egyenlőre nem tartozik még a kecskeméti csapat stabil játékosai közé. És akkor nézzük tehát az első vendégtámadást, feketében a kecskemétiek, pirosban a mieink. Német, Palotás, jól játszanak össze Némettel, és megszületik az első gól. Ezt sakmatra játszották a vendégek, persze kellett ez az is, hogy legyen egy kis folyosó a védelmünkben, amit ki tudtak használni. Az első támadás meghozta tehát az első gólt, nézzük, lesz a válasz a ráhajdonánási csapatnak. Cserőssel és Mihovicssal kezdünk a két szélen, ott van Som Ildikó, Rabina Inez, Kilcs Tatjana és Kelemen Gréta beállóban. Rabinái az első lövés, Rabina ma ünnepli a 18.
születésnapját. Hát azt hiszem, ő is elfogadna ajándékként egy győzelmet. Nézzük pénzest közben. 0-2. Pénzes Laura egy két szezonnal ezelőtt kézilabdázott már itt Hajdunánáson. Kiváló szezon zárt, 139 gólt dobott a Kecskemét színeiben. Az előző idényben megválasztotta egyébként a kecskemétiek szurkolói csoportja az idény legjobb játékosának is, és kitesz magáért most is ebben a másfél percben is, bármennyire furcsán is hangzik ez, ilyen kísérőt figyelembe véve három gólos előre tesz szert nagyon gyorsan a kecskeméti csapat. Kilcs. Bepattan. Jól van, Pálinkás csak hozzájönni tudott. Kilcs Tatjana jegyzi tehát az első találatunkat a mérkőzésen. Maláti. Maláti és Palotás voltak a két érkező a nyáron a kecskemétieknél. Mind a ketten ugye átlövő pozícióban jelentenek erősítést. Palotásnak egyébként nem is ismeretlen már a kecskeméti közeg, miközben Kis Bernadett véd nagyot. Hiszen Palotás is játszott már Kecskeméten. Két év Kozár Mislenyi kitéri után tért vissza. Som, megvan a második találatunk is. Szerencsére sikerül gyorsan felzárkózni. Így már csak egy gólos a vendég előny. Palotás. Maláti kapja. Német. Kics mellett egy az egyben besegített Osvai Fanni. Így sikerült útját állni Németnek. Jöhet a szabad dobás. Gulyás. Először tudott befordulni, már amennyire sikerült neki a találkozón. Palotás. Gulyás. Kiharcol egy büntetőt. És még Kilcs egy sárga lapot is kap. És akkor a Gulyás által kiharcolt 7 méterest Palotás értékesítheti. Meg is teszi Palotás, nem érezte az irányt Kis Bernadett. 4-2-re vezet a vendégcsapat. Kilcs. Rabina. Első lendületből nem sikerült végigvinni az akciót. Rabina. Som. Cserőstől kapja vissza. Rabina. Mihovics. Büntető. És a túloldalon Palotás sárgul be. És figyelhetjük Rabina Ineszt, ő kapja meg a lehetőséget az első 7 méteresünknél. Él vele! Maláti. Gulyás. Sikerült még kitennie a szélre, és ezúttal szerencsénk van, mert éppen mondani akartam, hogy nincs szerencséje Kis Bernadettnek. Mert hozzáért a labdához, de úgy nézett, hogy becsorog, aztán végül is a kapufa kisegítette. Orel. Azt azért látjuk, hogy egyik csapat sem teketóriázik, ha hozzákerül a labda, azonnal megpróbálja még kihasználni a rendezetlenségét az ellenfél védelmének. Csak sajnos ebbe olykor belecsúsznak ilyen hibák. Orel belemenés Mihovicsal szemben, egyébként is kipattant a labda. Kicsi viszont hiába indul, visszarendeli a játékszert. A játékvezető. Hontos Dorina és Rózsahegyi Brigitta vezetik egyébként a találkozót.
Kilcs. Mihovics. Eladja. És ezzel Gulyás indul, Orel. Kilcs szorongatja, aztán oda megy Somildikó is. És Kilcs kap 2 perces kiállítást végül. Hat és fél percet kellett várni az első 2 percesre. Kilcs Tatjánának kellett tehát leballagni a pályáról. Balotás. 7 méteres. Osvai ért még hozzá, az utolsó pillanatban kap egy sárgát Osvai Fanni is. 3 2-perces kiállítás után piros lappal kizárták egyébként a pénzügyőr elleni mérkőzésről. Akkora már a lényegi kérdések eldőltek. A 46. percben kapta a pirosat Osvai, miközben Palotás másodszor sem hibázza el a büntetőt. Son. Mihovics, egy kínait próbálunk meg, nem sikerül, de Cserős visszaszerzi még a labdát. Kelemen. Somot állítja meg a Palotás pénzes páros. Cserős. Vámosi, ott maradt egy lyuk bizony. Pálinkás lábai között megy a labda a hálóba. Ember hátrányban sikerül gólt szerezni. Német. És üres maradt a széle. Tóth a gólszerző. Vámosi. Vámosi lő. Megpattant, így le is lassult a labda. Nem okozott gondot Pálinkásnak. Palotás. Kilcs nem tud gyorsan indítani. Már Somnál a játékszer. Rabina. Som. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy ott be lehet menni, és valószínűleg sikerült volna Somildikónak, ha nincs pénzes szabálytalansága. Kecskeméti oldalon az első 2 perces kiállítás, pénzes Laura kapja. Talán valamelyest a malmunkra hajthatja a vizet, hogy hétközben játszott egyébként egy magyar kupa mérkőzést is a Kecskemét, így annyival több terhelés van a lábakban, a Szent István ellen léptek pályára hazai pályán, és kiesett. A kecskeméti csapat 10 gólos vereséget szenvedett. Mihovics az 5. gólunk szerzője. Korábban a Szegedet és az Orosházát búcsúztatta a magyar kupából a Kecskemét. Maláti. Palotás. Som mintaszerűen. Tóth. Kilcs kis hián labdát szerzett. Gulyás a falból kilépve, Maláti nem tud lőni. Most nem találja az ellenszert a védekezésünkre a Kecskemét, aztán mire kimondom, megtalálják Gulyást végül is. Szerencsére ismét velünk volt a kapufa. Som.
Cserős! Fölé megy. A hálót ugyan eltalálta, de csak kívülről. Marad a 6-5-ös vendégvezetés. És 15 másodperc múlva kiegészül a kecskeméti csapat. Palotás. Német lövését védi Kis Bernadett. Kilcs kéri el a labdát. Cserős. Som. Fordulhat a Kecskemét. Maláti mellé megy. Kilcs. Orel mellett tud elhúzni. Aztán Orel utána nyúlt még, és közben Osvai is a földre került középen. Orel utólag kap egy 2 perces kiállítást. Jamjaink pedig szabad dobással folytathatják a játékot. Kilcs! Pénzes állította meg, jöhet egy újabb szabad dobás. Cserős! Som! Rabina! Mihovics kezéből kicsúszott a játékszer, és aztán Mihovics szabálytalankodik, lehet, hogy őt is leküldik bizony. Így akkor újra egyenlő szám van a felek a pályán. Szűkebb kerettel vágott neki a szezonnak a Kecskemét, mint tette azt az előzőnek, 16-an vannak nevezve erre az idényre. Azonban még ha talán úgy tűnik, hogy mennyiségre, nem is minőségre, papíron mindenképpen megvannak a vendégek. Ezért is érdekes az, hogy ennyire gyengén szerepelnek. A szezonban mindössze egy Göd elleni sikert tudnak felmutatni még a 3. fordulóból. És teszik ezt úgy, hogy például az első körben már az ugye a forduló meglepetését jelentette, hogy a Balmazújváros le tudta őket győzni hazai pályán. És aztán a Balmazújvároshoz csatlakozott még, mint a Kecskemét legyőzője, a Kispest, az Orosháza és legutóbb a Szeged is. A Szeged elleni bajnoki után legutóbb Varga József azt nyilatkozta egyébként. Ha röviden akarná jellemezni a mérkőzést, azt mondaná, hogy gyalázatos és szégyenletes, és Orel is azt emelte ki, hogy ilyen fegyelmezetlenül nem lehet kézilabdázni, ahogyan azt ők tették azon a meccsen. Eddig ebben a félidőben tisztesen helytállnak, és a jobbik arcukat mutatják a vendégek, talán a miénk kevésbé. Ezt támasztja alá ez a lehetőség is, amelyet elpuskáztunk. Egy ideje megvan a lehetőségünk rá, hogy kiegyenlítsünk, de csak nem akar összejönni az a gól. Egy kicsit megragadtunk 5 találatnál. Pénzes! Német lekapja még a levegőből, büntető. A játékvezető még meg is mutatta Somi Ildikónak, hogy mennyivel állt belül a Hajdonán első játékos. Jöhet 3. is Palotás Fanni. De 3. már elhibázza! Kozma véd! Így akkor marad az a felállás, mint az előző támadásnál. Támadhatunk az egyenlítésért. Az első 2 palotás büntetővel szemben még Kis Bernadett állt. Harmadjára bejött Kozma Tünde.
És ez jó döntésnek bizonyult Molnár András részéről. Pór! Morell a végén már a nyakát is körülölelte. Vámosi! Jön vissza Kilcs, kiegészülünk. Passzív közben Som, azt el kell lőni, bent is van. Csak megvan az egyenlítés, Som Ildikó. Német. Gulyás. Kelemen és Pór ért oda. Nem tudott lőni a vendégbeálló. Maláti, elveszik a játékvezetők. Kis indítása, megtalálja Kelement. Jó a bepassz, Osvai! Először a mérkőzésen hajdunánási vezetés. Osvai Fanni első gólja. És érdekes, hogy éppen az a Kelemen osztotta ki az asszisztot neki, akivel gyakorlatilag posztriválisok támadásban, védekezésben egymás mellett szerepelnek középen. Ugyanakkor éppen a meccs legjobbjaként nyilatkozva a Dunakeszi ellen Kelemen emelte ki azt, hogy milyen jó kapcsolatot ápolnak a pályán és azon kívül is Osvai Fannival. Mind a ketten fiatal reménységként, de már a felnőtt szintre is alkalmas játékosként érkeztek ugye a nyáron. Pénzes egyenlít. Kilcs. Som. Kilcs. Somot el lehet lőni. Így is van. Már amikor először Somhoz került a labda, akkor is úgy tűnt, hogy nyílt annyi terület, hogy be lehessen vállalni egy lövést. Akkor nem vállalta el Som Ildikó. A késtől visszakapott labdát viszont már igen. És nyugodtan mondhatjuk, utólag ez jó döntésnek bizonyult. Pénzes újra a másik oldalon. Vámosi. Osvai. Ezúttal mind a ketten pályán vannak Kelemennel. Vámosi! Gyönyörűen tört be! És alig, hanem ez is volt a terv. Osvai azzal, hogy beállt második beállónak, éppen annyira kavarta meg a vendégvédelmet, hogy ott el tudjon menni Vámosi Panna. A 20. percben járunk, mindenképpen dicséretes, hogy a 0-3-as kezdés után most már a Kecskemétnek kell szaladnia utánunk eredményben. Német.
Pénzes kap szabad dobást. Palotás. Kicsúszik a kezéből. Bedobás. Kelemen. Som. Cserős. Nincs két gólos előny. Pálinkás védett. Német. Gulyás. Nagyon gyorsan megiramodnak a vendégek. Tóth helyzete. Kis Bernadett. Válaszol Pálinkás védésére, ha úgy tetszik. Som. Som Ildikó lő. 10-8. Befért a jobb alsóba. És Varga József kér időt. Az osványban, amit ezzel meg tudjuk őt kötni. Ha jön föl, akkor is maradj itt, csak akkor az történjen már, hogy a cici ide érkezzen, és akkor itt ezt ki fog nyílni ez a játék. Ami óriási gond, hogy egyrészt, ugye itt a lövőszándék, mindent lépjünk már kigyelni. Nem lépünk ki a lövőszándék. Ez az egyik, kettő. Ne jobbra vigyük be azt a lerohanást. Mi nem jön ide ki bal? Mi van itt dobóban? Mindegy, tök mindegy, kívülsz, ide oda vigyük. No, azonnal kiderülhet, mit talált ki Varga József itt az időkérésnél. Hiszen a 10. hajdonánási gól után támad a Kecskemét. Pénzes. Osvaj járja útját. Palotás. Felmegy, és aztán Kis Bernadett véri a lövését. Pénzesre figyelnünk kell még. Pénzes? Nem tud lőni, ez a legfontosabb számunkra. Német. Orel. Beteszi, Gulyás! Alig, ha nem büntető lett volna, ha nem megy be. Így a gól után még Kelemen kap egy-két percest. Talán ez lett így a legrosszabb forgatókönyv. Osvai. Vámosi. Megállítják egy az egyben. Son. Vámosi. Vámosi! Gyönyörűen! Ez az, amit ő nagyon tud, ezeket a réseket megtalálni a védőfalban. És ez ilyen ember hátrányos szituációkban dupla érték. Pénzes.
Orel, jó az ejtése. Egy perc telt el. Kelemen két perces kiállításából. Som! Megcsinálta magának a lehetőséget. Újra két gólos előnyben a miénk. Orell újra válaszol. Kozma. Letelt a két perc. Zihor a pályán. Zihor jön befelé. Vámosi. Picit akadozik a támadás vezetés, fel is teszi a kezét a játékvezető, de addigra már Vámosi bevarja. Nagyon jó meccse van eddig Vámosi Pannának. Palotás. Tapadtan a kapufáról. Nem talál kaput. Egyenlíthetnek a vendégek. Német. Palotás. Ezúttal nem volt nehéz dolga kis Bernadettnek. Zihor. Pénzes mellett Zihor Flóra. Végül is győzött a túlerő. Pór. Vámosi. Újra elindul. 7 méteres. És maga a sértett Vámosi Panna értékesítheti a büntetőt. Nem sikerül. Marad a 13-12. A másik oldalon is a cserekapus Német tudott védeni, ahogyan nálunk Kozma. Pénzes! Ő is megoldotta egyedül. Hasonlóan, mint Son Ildikó néhány perccel ezelőtt. Zihor! Nem jó a bejátszás Osvainak, így még oda kerül! És bár kipattan a kapufáról, újra büntetőt végezhetünk el. Rabina Inez érkezik. Ő egyet már értékesített a meccsen. Neki sem sikerül betalálni. Német ezúttal is véd. Pénzes bedobja, és ezzel visszaszerzi a vezetést.
a vendégcsapat. Molnár András kér időt. Mellette mindig elmennek egyet. Itt van valami. És? De itt van a labda. Itt visznek át bennünket, itt kapjuk a gólt. Ez a probléma. Tessék itt maradni. Itt a labdással szemben, a pénzessel szemben. Jó? Itt, hogy jön a beálló, azokat meg tudjuk oldani, mert itt átveszik. Itt nincs probléma. Amíg megy az előző, nem amit most csináltam, hogy nem tudom, hogy ki akart lenni konkrétan. Jó, akkor még egyszer csináld. Az előbb mondjuk amarró volt nagyobb hely. Jó, ez az egyik. Ez jó volt, ez a keresztben. Úgy zárjál vissza egy kocsit csinál, hogy ugye idézőjelben akkor te hármas végül. Tudom, ez nem tudom, hogy hogy voltam. Nem baj, gyere, ott gyere, 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 ezt a jobban, mint a tartsuk már, mert... Jöjjön ide el az osvait vonni, most nézzük akkor ezt a leválasztást, és játszunk ebből pontosan. Figyelj a kilépésekre, lőjünk oldalakit, ne menjenek el tőlünk, esélyen jobb oldalakit, ha egy. Még van idő? Nincs idő, hogy? Kettő, egy. Na, kettő, három, nem, ne szerettes már sajnos. Most kéne fújni a kedvés. Nem. A 60 másodperc lejár, én addig beszélsz. Nem. 54 jár, és hullán áll, ezt le akarom. Kilcs hatékonyságát kifogásolt a védekezésben, elsősorban Molnár András, legalábbis ezzel teltek az első másodpercei ennek az időkérésnek. Most viszont nem a védekezéssel, hanem a támadással kell foglalkoznunk. Zihor! Elsőre nem volt jó a passz, aztán valahogy Vámosi elé került, de addigra pedig már megszólalt a síp. Vámosi hagyja el aztán a játékszert. És Németh hozta játékba Pénzest. Érdekes Németh helyzete is, mert Dobó Mónika távozott a kapuból a nyáron a kecskemétieknél, és Snekréka pedig aláírt még a nyár elején. Aztán vele szerződést bontottak, nem sokkal később, egészségügyi okokra hivatkozva nem tudta vállalni a szezont Snekréka, a térdével volt egészen pontosan problémája. És mivel mire ez a kérdés eldőlt, addigra már, ahogy Varga József is fogalmazott, nehéz lett volna a piacon találni szabad kapust. Németh Zsófia az, aki több lehetőséget kaphat és kap is a szezonban. A kecskemétiek fiatal kapusa, 18 éves mindössze Németh. Pénzes. 45 másodperc az első félidő végéig. Jó bejátszás, Gulyás, ez büntető lesz. Jön is az ítélet ráadásul. Somildikó kap 2 perces kiállítást. És nagy lépés tehet Pénzes Laura afelé, hogy a Kecskemét végül is azzal a 3 gólos előnnyel vonuljon fél időre, amit kiharcolt az első másfél percben. És az annak ellenére történhet meg, hogy azt viszonylag gyorsan le tudtuk dolgozni. Pénzessel szemben Kozma, aki ezúttal nem tud hárítani. Ember hátrányban kellene valahogy a hátralévő 25 másodpercben egyel közelebb zárkózni. Az már nem kérdés, hogy a Kecskemét mehet előnnyel pihenőre. Azon viszont még változtathatunk, hogy mekkora különbségű előnnyel. Kilcs. Vámosi. Kilcs, mintha a nyakára kapott volna egyet. Ezt reklamálják a lelátón is. És közben nem állt meg az óra. A másodpercek pedig elteltek. 30 perc játék után 16-13-ra vezet a Kecskemét, és bosszankodhatunk joggal ezután a fél idő után, hiszen
Ahogyan néhány másodperccel ezelőtt említettem is, másfél perc után 3 góllal vezetett a Kecskemét, de nagyon jól reagáltunk arra az álmoskás kezdésre, és aztán gyorsan visszakapaszkodtunk. Sőt, ugye itt az első fél idő hajrájában vezettünk is már többször, és szaladt az eredmény után a Kecskemét. Az utolsó néhány percet viszont elrontottuk, meglátjuk, hogy mit tudunk kitalálni a második fél időre. Természetesen nem kell még temetnünk ezt a találkozót, hiszen ez a 3 gól egyáltalán nem sok, ezt bizonyítottuk már az első játékrészben is. Molnár András és a lányok pedig bizonyították már többször a közelmúltban, hogy fel tudnak állni a második fél időben, ennél komolyabb hátrányból is. Néhány perc és jövünk a folytatással, maradjanak velünk. Mese autó, nicsak kilakik itt, Timi Tangó, a Szabin nők elrablása és a lovagias ügy, 5 fergeteges vígjáték Hajdunáláson. A főbb szerepekben Beleznai Endre, Gesztesi Károly, Koltai Róbert, Vándor Éva. Bérletek kaphatók a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban. A hátrányt próbáljuk meg, jó, menjél rá, próbáljuk meg az Ivanával a hátrányt, most vagy lent, ugye, hagyd lent, ide meg fogjuk csinálni a hátrányt, jó? Gyere, 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 gyere. Kettárom, nálás. Már is itt vagyunk a folytatással, hamarosan kezdődik a második játékrész, 16-13-ra vezet 30 perc játék után a kecskeméti csapat, de ugye azzal zártam az első fél időt, hogy láttuk már ezt a csapatot nagyobb hátrányból is felállni az első fél idő után a közelmúltban, és a Kecskeméthez is fűznek ilyen szempontból szép emlékek minket. Nem is kell annyira messze visszamennünk az időben. Még április 27-én játszott a két csapat egymás ellen itt Hajdunánáson, és akkor ugyanígy 16 gólt szerzett a Kecskemét az első fél időben, a miénk viszont csak 9-et, és abból a 7 gólos hátrányból sikerült fordítani és 27-26-ra nyerni az elmúlt évek egyik legemlékezetesebb mérkőzésén, úgyhogy most abban mindenképpen bízhatunk az első fél idő után, hogy sem az eredmény, sem a mutatott játék alapján nincs szükség nagyobb bravúrra annál, de még akkorára sem. És ez akkor is igaz, hogyha sikertelenül zárjuk az első támadásunkat itt a második fél időben. Ne feledjük, ugye az utolsó percében az első játékrésznek Somlyi Ildikó kapott egy 2 perces, így jelenleg még ember hátrányban vagyunk, így véd kis Bernadett. És úgy néz ki, hogy nem az alapvonalon ment ki a labda. Két centiméterre az alapvonaltól bedobást végzett el a Kecskemét. Német, Pénzes. Milyen a játékszer? Talán megköszönhetjük most a vendégeknek, hogy Karacs nem mert bemenni a szélen. És közben Son már újra a pályán. Zihor. Egymást zavarták most Vámosival. Som. Som indul el, gyönyörű gól. És egyben ez a második félidő első találata. Gulyás. Palotás. Ez is csak kívülről súrolja a hálót. Kelemen. Jó kis indítása. 16-15. Csak úgy, mint az első fél időben, újra gyorsan elkezdjük ledolgozni a hátrányt.
és Kozma labdát szerez. Nagyon rosszul kezdi ezt a játékrészt a vendégcsapat. Som. Jön egy kétperces kiállítás. Pénzes. Az első két fordulóban előnyről bukott meccset. Fél idei előnyről bukott meccset. A Kecskemét a Balmazújváros ellen 18-15-re, a Kispest ellen 15-11-re vezettek, és úgy szenvedtek aztán mind a két alkalommal két gólos vereséget. Két gólos győzelmet biztos, hogy aláírna ebben az esetben is Molnár András. És nem mehet tovább a játék. Még az eredményjelző táblát nem sikerült megfelelően beállítani, ezért áll egyenlőre a játék. És ez a meccs azért felhozónak mindenképpen jó lehet a miénk számára, főleg ha esetleg meg tudnánk nyerni azután a pénzügyőr elleni vereség után. Egyelőre tényleg úgy tűnik, hogy nem hagyott azért mély nyomokat szerencsére a lányokban az a kudarc. Ugye említettem, hogy bő másfél éve nem volt akkor arányú vereségünk. Egészen pontosan 2018. március 17-én egy Eger elleni idegenbeli mérkőzésen kaptunk ki 37-21-re. Azóta nem volt. Még 10 gólon felüli különbségű vereségünk sem, nemhogy 13 gólos. Az ugye a 2017-2018-as hányattatott sovasú szezon egyik idegenbeli mérkőzése volt. Szerencsére azóta azért kevés ilyen élményben volt részünk. És ahogy a Molnár András is említette, annak ellenére is volt meghökkentő az a nagy vereség, hogy a pénzügyőr egyébként kiválóan kezdte ezt a szezont, hiszen jelenleg is második helyen áll a tabellán 9 ponttal, 5 mérkőzésen, 1 döntetlen, egyébként 4 győzelem a mérlegük. Még az első fordulóban a Kispest ellen játszottak egy 27-27-es döntetlent, azóta győzelmet könyvelhettek el a Göd és a Szeged ellen is idegenben, az Orosházát és aztán a miénket pedig hazai pályán tudták legyűrni. Úgyhogy egyenlőre ők számítanak az Éllovas Eger legnagyobb üldözőinek. Az Eszterházi 5 mérkőzésből 5-öt nyert, így hibátlan mérleggel 10 ponttal vezeti a bajnokságot. Úgyhogy egyenlőre ebből a szempontból úgy tűnik, hogy érvényesül a papírforma. És valóban az Eger lesz az a csapat ebben a bajnokságban, aki bárki legnagyobb kihívója lehet a bajnoki címért folytatott küzdelemben. Ugye az egriek is tulajdonképpen teljesen együtt maradtak a nyáron, alig volt távozó a csapatban az NB1-ben vitézkedőhöz képest, így ott egyértelműen az is lett a cél a szezon előtt, amit megfogalmaztak, hogy azonnal vissza kell jutni az első osztályba. De egyébként itt a kecskemétiek új igazolásai közül is, például Maláti is azt említette a nyáron, amikor megérkezett, hogy mindenképpen a dobogó a célja, de azon belül is legszívesebben a felső fokára szeretne állni, és úgy is érzi, hogy van ebben a csapatban annyi minőség és annyi kiváló játékos, hogy ez megvalósulhasson. És közben bár az eredményezőt nem sikerült helyrehozni, a mérkőzés folytatódik. Hagyományosabb módon számolják innentől kezdve, kis táblácskán hajtogatva a gólokat. A versenybírók, vagy a versenybírói asztalnál az eredményt. Zihor harcol ki büntetőt. És arra azért
eredményjelző nélkül is emlékszünk, hogy amennyiben Somi Ildikó értékesíti ezt a büntetőt, kiegyenlíthetünk. Ki is egyenlítünk. Illetve szabálytalan volt, úgy néz ki a 7 méteres, úgyhogy marad az egy gólos kecskeméti vezetés. Somi Ildikó is értetlenkedik, de már védekezésben kell helytállnia. Az valamennyiben könnyítő tényező, hogy ember hátrányban jön a Kecskemét. Palotást ez sem zavarja. Az átlövésével újra két gólos előnyben a vendégcsapat. Hét méteres. Zihor harcolja ki. És Németh Kittit küldi még le a játékvezető. Jöhet egy újabb hajdulánási büntető, és Kemény Dóra érkezik. Az a Kemény Dóra, akit éppen Kecskemétről igazolt, tehát a hajdulánási csapat 10 mérkőzésen 40 gólt szerzett az előző szezonban. Kecskeméten Kemény Dóra most volt csapata ellen szerezhet gólt. Kemény tehát Némettel szemben bedobja. Egy kicsit szépít a büntető mutatónkon. 4-ből 1-et értékesítettünk eddig, így most már 5-ből 2 a mérlegünk. Gulyás. Palotás. Pénzes. Palotás Osvaival szemben. Utóbbi nyeri a párharcukat. Pénzes. Tóth. Palotás lő. Bent van. Zihor, Mihovics, elpattant tőle, Kelemen pedig hiába várta a kipattanót, Pénzes el is zárta őt attól a lehetőségtől, hogy hozzáférjen a labdához, és Németh is kellően együtt élt a játékkal. Egyelőre még ember hátrányban. Jönnek a kecskemétiek. Orel! Bedobja. Bedobja, és ez azt jelenti, hogy visszaáll a félidei 3 gólos különbség. És teszik mindezt úgy a kecskemétiek, hogy azért most már jó ideje ember hátrányban játszanak. Azóta ki is egészültek közben. Mihovics a gólszerző. Újra csak kettő közte. Palotás. Kis Bernadett. Ezúttal ő nyeri kettőjük párharcát. Kozma! Egyre olvad a különbség. 19-18.
kedves nézők ugye látják az eredményt a közvetítés közben, de azért érdemes belegondolni, hogy érdekes helyzetet szül ez a játékosoknak is. Ugye az eredményjelző működése híján nem látják azt, hogy hanyadik percében jár a mérkőzés, mennyi van hátra, ez főleg majd a hajrára lehet igazán frusztráló. Meglátjuk, hogy addigra sikerül-e rendbe hozni a technikát, amennyiben nem, úgy tényleg érdekes lehet majd a hajrája a meccsnek, főleg, hogyha ilyen tempóban zajlik majd ez a találkozó. Zihor harcol ki büntetőt. Kemény Dóra a második gólját lőheti a meccsen. Be is lövi. Ezúttal nem német, hanem pálinkás nézett vele farkas szemet. Kemény test sem zavarta meg. Német. Pénzes. Ez így a miénk. Kozma. Kozma befelé. Solmaz gyönyörű. De úgy tűnik, hogy szabálytalan volt Kozma. Ezért rendeli vissza a játékvezető a labdát. Egyúttal odaadva azt a vendégcsapatnak. Talán könyökölt Kozma, mintha azt mutatta volna a játékvezető. Vagy legalábbis visszacsapott a karjával, én ezt olvastam ki. A sípmester jelzéséből német. Pénzes. Fölé dobja. Jöhetünk újra az egyenlítésért. Zihor kéri el kistől. Som. Mihovics, jó, az egy az egy, aztán még oda piszkált. Karacs. Szabad dobás. Som. Som megy fel! Az újabb szabálytalanságot követően harmadszor is a 9-es vonalról jöhetünk majd. Most egyelőre nem találjuk a kecskeméti védekezés ellenszerét. Jól zár a vendégfal ennél a támadásunknál. Zihor. Som. Som fordul be pénzes mellett. Csak szabad dobás, újra az ítélet. Vámosi. Nem találja meg Kelement, pénzes Orel indítja. Ide kár érte, talppal hozzáért kis Bernadett. Így is eljutott a labda a hálóban. Újra két gólos előnyben a sötét mezesek. Vámosi! Nem talál kaput. Egy szabad dobást kiharcol. Molnár András kér időt először a második fél időben. Az
azért kértem időt, hogy kiderítsük, hogy most téged akarnak kivenni, vagy nyitottat akarnak védekezni. Csináljatok egy egyszerű helycserét, ja, akár üresen, akár labdásan, nézzük meg, igen, de várj egy kicsit, nézzük meg, hogy ez az első ember mit fog csinálni. Hogyha ez az első ember marad középre és továbbra nyitottan, akkor támad meg ide, légy szíves, ide jöjjön neked a Kelemen Gréti, és itt próbáljuk az egy-egyet, illetve a helyzetbehozást. Amennyibe ő jön, akkor tessék ebből bepasszolni ide, a Kelemen Gréti középről vigye ki, és innen játszunk húzásokat lefele. Nézzük meg, hogy az első embernek mi a szándék ebben a védekezésben. Ha itt marad, és labdát tud kapni, figyelj ide, húzás irány, be ezt kell csinálni. Ide a cselezés, ide a passz, ide jöjjön az átszállás, ide jöjjön az egy-egy kapitány, tökéletesen megoldja. Gyerünk, tetanom, Lánás, gyerünk gyerekek! Hajdonánási támadással folytatjuk, Molnár András időkérése után. Ugyanazok a játékosok a pályán, akik a játék megszakítás előtt. És közben elindult az eredményjelző tábla visszaállítása. Az időkérés ezt lehetővé tett, és nagyon úgy néz ki, hogy most már megvárjuk az újrakezdéssel azt, hogy mind eredményben, mind időben behozza a technika a lemaradását. Az biztos, hogy 21-19-re vezet a Kecskemét. Ez pedig azt jelenti, hogy egyelőre nem az eredményért, csak a kozmetikázásért támadunk. Illetve az egyenlítésért, bocsánat. Vámosi. Vámosi lő! Sikerül kozmetikázni, 21-20. Pénzes. Miénk a labda? És így most már valóban az egyenlítés a tét. Mihovics. Zihor. Vámosi. Vámosi fordulna be. Nincs komolyabb büntetés, csak szabad dobás az ítélet. Vámosi indul el újra. Vámosi lő, gyönyörű gól! 21-21 a 14. percben sikerül egyenlíteni. A második félidő 14. percében természetesen. Pénzest állítottuk meg. Palotás. Német. Most vagy kilépett, így nyílt egy kis terület. Palotás átlövése, Kisvéd! Karacs dobhat.
Pénzes! Nem sikerült Kisnek túljárni a Pénzes eszén. Újra előnyben a Kecskemét. Zihor! Pénzesnek ma sincs rossz meccse, az áprilisi találkozón 9-ig jutott ellenünk. És most is csapata talán legjobbja. Pénzes. Palotás. Zihor szerez labdát. Zihor nem mer elindulni. Mihovics. Zihor kapja vissza. Zihor ront, szerencsére marad nálunk a játékszer. Vámosi. Pénzes érkezett, mehet tovább. Német indít. Som egyedül hátul Karacsal, ő sem tud mit kezdeni. Kisannál inkább! Megvan! Kis Bernadett nagyon fontos védése. Ú, de kellett ez. Vámosi, Gulyás mellől, szabad dobás. Az utóbbi három lövése nem sikerült Vámosi Pannának. Zihor. Vámosi, ez sikerül! 22-22. Palotás. Most majd kis ilyen labdát szerez, ehelyett német volt. Nem sokáig örülhettünk a döntetlennek. Vámosi. Zihor. Mihovics, az jó lehetőség, benne is van. Újra cserél Varga József kapuban. Német lejött, és a helyét Pálinkás vette át. Pálinkás kezdte a mérkőzést, aztán az első félidő hajrájára jött német. Jól szállt be a mérkőzésbe, most viszont a második félidő elején ő sem találta azt a formáját. Úgy tűnik, hogy a hajrá Pálinkásé lesz. Pénzes büntetője következik. 11,5 perccel a vége előtt a kapufára lövi Pénzes! Vámosi! Kelemen, be tud-e fordulni ez a kérdés? Be tudott! Azzal, hogy egy befordult Palotás azonnal a hatoson belőle került. Az így megítélt büntetőt
keménynek kellene a hálóba vágnia. Meg is teszi Kemény Dóra. És így marad hibátlan a hetes vonal mögül. Háromból hármat értékesített már a meccsen. Pénzes. Gulyástól kapja vissza. Most kerül hozzánk, már elsőre is lábat reklamált gyakorlatilag egy emberként a lelátó. Osvai közben megduplázza az előnyünket. Kit érdekel így, hogy elsőre nem fújt lábat a játékvezető? Varga József kér időt. Egy kalcsú távolodettig fogja tudni, hogy hova kell menni a halálkával szemben, ugye tudjuk? Jó, oké. Figyelj ide! Valószínű fognak jönni a helyszerével. Ide akarják behozni a Laurát, hogy az ő húzásából, lövéséből vagy a továbbjátékából legyenek eredményesek. Támadásban viszont megnézzük, hogy fognak-e váltani. Ha maradnak továbbra is ez a feladat, hogy megpróbáljuk azt megcsinálni, hogy kivisztjük az emberfogót, ide támadjuk a Gréti, vagy ide áll, vagy ide kiáll, és itt az egy-egy, oda kell vinni a Laurát, oda kell vinni. Terüvel! Kettárom! Újabb fordulat tehát a meccsen, ahogyan az első fél idő hajrájára fordulva, most a teljes mérkőzés hajrájára fordulva is előnyben vagyunk. Akkor az utolsó percekben ezt elszórakoztuk. Csak bízhatunk abban, hogy tanult abból a csapat. Német? Kisvéri Pénzes átlövését, és megvan a labda. Belül az utolsó 10 percen. Vastaps mellett támad a három gólos vezetésért a hajdunálnási csapat. Vámosi. Belemenés. Maláti. Maláti lő. Kis érintésével kerül a hálóba. Maláti is az NB1-et megjárt játékosok közé tartozik. Siófokon és Budaörsön is játszott NB1-es mérkőzés már pályafutása során. És ugye például azért is került a nyáron Kecskemétre, mert Varga Józseffel még a győri utánpótlásban dolgoztak együtt. Így maga Maláti mondta, hogy nem sokat gondolkodott a kecskemétiek ajánlatán. Kemény ezúttal újra Némettel kerül szembe. De most sem hibázza el! Kettőt lőtt Pálinkásnak, most már kettőt Németnek is. Hiba nélkül. Német. Yeah.
Hiába a felső léc. Nagy esélyt kap a Kecskemét a gólszerzésre. Egy büntető formájában. Orell a labdával. Nem dobja be Orell! Vagy mondjuk úgy Kis Bernadett véd! És mondjuk így, mert ideje kiemelni Kis Bernadettet, aki több óriási bravóral is hozzájárult már ahhoz a meccsen, hogy most két góllal vezessünk. Érvénytelen a találat. Ellépte Vámosi, ezt mutatja a játékvezető. Vitatható ítélet, marad a 26-24. De marad még 35 másodpercig ember hátrányban a Kecskemét. Orell a szélen, Kis megint! Zihor! Zihor! Kissé tanácstalan, aztán elindul egyedül. Szabad dobást harcol ki. Vámosi. Zihor. Bemegy! És aztán csak a kapufát találja el. Német. Karacs. Még 6 perc a lefújásig. Maláti. Nem tudott lőni, pedig megvolt a szándéka, ez látszódott a mozdulatán. Szerencsére Maláti gyakorlatilag teljesen hatástalanítani tudjuk a mai meccsen. Közben Pénzes maradt lent. Hozzáérkezik a segítség a kis padról. Pénzes Laurát már kevésbé sikerült hatástalanítani. Az ő elvesztése nagyon nagy érvágás lenne a kecskemétieknek a hajrára. Márpedig ahogy Pénzes Laura elhagyja a pályát most, a számomra nem azt vetíti előre, hogy ő még visszatér majd a hajrára. Kelemen és Maláti közös erővel hozzák le. Reméljük, hogy nincs szó komoly sérülésről. Maláti. Német. Maláti. Palotás. Német. Egyelőre jól zárunk. Palotás. Nincs idő többre. Óriási lépést tenne a győzelem felé egy góllal a hajdonánási csapat. Hiszen most már az utolsó 5 percen belül járunk. Vámosi bedobja! Csak hozzájönni tud Pálinkás! Megvan a 3 gólos előny! Maláti. Kellett, hogy Kozma besegítsen Somildikónak. Német. Karacs.
svéd. Vámosi. Vámosi. Kelemen, bent van! 28-24. 3 perccel és 10 másodperccel a lefújás előtt. Maláti messziről az óriási gól. Most megvillant Maláti bal keze. Mihovics. Zihor. Zihor elindul. Szabad dobás. Már a lövés előtt megszólalt a síp. Vámosi Panna. A kipattanó németi, Palotás. Maláti. Gulyás. Egyenlőre nem sikerül megállítani a vendégeket. Kisnek igen! Karacs lövését fogja meg kis Bernadett. És ne kiabáljunk el semmit, de lehet, hogy ezzel. Ezzel meg lesz a győzelem. És ha meg lesz, abban óriási nagy szerepet vállal a kis Bernadett. Mihovics! 29-25. Maláti, kis Bernadett. Meg lesz a Kecskemét 5. veresége is a szezonban. És ez azért megdöbbentő egy kicsit, mert csak a 6. fordulóban járunk még. Molnár András kér még időt. Járassuk meg! Játsszuk fel a történet, nézd meg, hogy mi van, igen, jöjjön rá a Ramos pontosan, meg tudod csinálni. Ha jó, ha megy a kapus, vagy vissza, én nyugodtan, igen. Várd meg azt a labdát, hogy hogyan érkezik oda, próbáljuk meg szépen befejezni, nagyon jó küzdöttél a második félidőbe, fejezzük be méltóképpen, nem kell elkapkodni, pontosan föl, akár beletehetsz egy fautot is, és utána játszik. Gyere, te tarunk, állás! Másfél perc a végéig. A két pont sorsa nem, a számszerű eredmény még kérdéses. Zihor. Vámositól kapja vissza. Zihor! Bent van. És ez azt jelenti, hogy ezúttal is kap legalább 30 gólt a Kecskemét. Most már Zsinórban 6-szor a szezonban. Palotás. Hosvai kap 2 perces kiállítást.
November 8-án a Kispest ellen játssza idegenben a következő mérkőzését. A hajdonellenesi csapat, a Kecskemét pedig november 10-én majd a Tempó Kézilabda Sport Egyesületet látja vendégül. Ott már alig, hanem egyértelműen csak a győzelem lehet elfogadható a kecskemétieknek, hiszen a Tempó ugye az egyetlen nyeretlen csapat még ebben a bajnokságban. Eddig 5 mérkőzésből 5-öt elveszítve. Még egy gólra lehet idő, 15 másodperc a végéig. Mihovics. Megpróbáljuk a kínait, nem jön össze, Somnak egy kicsit magas volt, de alig ha bánkódik ezen már senki. A labda pedig Kis Bernadett kezében, ha leel még ezután a kecskeméti félváról előtt labda után, és lehet, hogy ez a kecskeméti győzelem is Kis Bernadett kezei által halt el, mert amit a hajdonállási kapus művelt sokszor ott a gólvonal előtt, az fantasztikus volt, és az igazán adhatott erőt a lányoknak, akik természetesen szintén dicsérhetők, hiszen többször is felálltak hátrányból ezen a mérkőzésen. Fél időben ugye 16-13-ra vezetett a Kecskemét, innen sikerült fordítani, és szerencsére azt az előnyt, amit megszereztünk, a hajrára már nem engedtük ki a kezünkből, sőt, mi több még növelni is tudtuk, így az utolsó néhány percnek már tényleg nyugodtan futhattunk neki. Az első fél idővel alig ha, a mérkőzés egészével én azt hiszem elégedett lehet Molnár András, de ez természetesen kiderül hamarosan, hiszen értékelni fog ő még a kameránk előtt most a lefújás után, ahogyan reményeim szerint Varga József is, és természetesen a mérkőzés legjobb játékosa. A mérkőzés legjobb játékosa részére a pezsgőt a Molnár Élelmiszer Kft. Biztosította. Kis Bernadettel beszélgetünk a mérkőzés legjobb játékosával, neki nyújtom át a pezsgőt, gratulálva ez a győzelemhez, és természetesen a teljesítményedhez, amivel én azt hiszem, hogy most főleg a győzelem tudatában maradéktalanul elégedett lehetsz. Mik az első benyomásaid most a meccs után? Igen, nagyon örülök, hogy sikerült ilyen teljesítményt nyújtanom. A társaknak is köszönhető, hiszen nagyon sokat segítettek nekem védekezésbe. A lövők a megbeszélteket lőtték, és én ezeket tudtam védeni. Igen, a második fél időre egyértelműen a kapott gólok számában is megmutatkozik, hogy feljavult a védekezés. Mennyit jelent egy mérkőzésen a védekező játékosok és a kapus közti kapcsolat? Mennyire tudjátok egymást segíteni, bátorítani, mennyire tudtok egymás alá dolgozni esetleg? Nagyon fontos, én úgy gondolom, hiszen egy kapusnak szüksége van arra, hogy a társai segítsenek, hiszen ne zicsereket kapjon, hanem például szélről lőjenek, az sokkal egyszerűbb, mint egy zicservédés. Mennyire fordult meg esetleg, ha megfordult a fejedben itt a végén az, amikor a hajrára megint előnybe kerültünk, hogy az első fél idő végén azt kiadtuk a kezünkből. Most megfordult esetleg a fejedben, hogy nehogy megint így járjunk? Nem fordult meg. Én éreztem a csapatban a lendületet. Én biztos voltam benne, hogy mikor átvettük a vezetést, hogy meg fogjuk nyerni a meccset. És még egy szót. Egy picit nehezebb témáról talán, a múlt heti pénzügyőr elleni mérkőzésről. Mennyire maradt meg bennetek az a súlyos vereség, vagy mennyire érezted úgy, hogy ez megfogta az öltözőt egy kicsit? Hétfőtől új lappal indultunk, már csak a kecskeméti meccsre gondoltunk. A meccs után megbeszéltük, hogy ezt nagyon gyorsan el kell felejteni, és ki kell javítani a hibáinkat. A mérkőzés legjobb hazai játékosa részére az ajándékutalványt a Kis Hellász ételbár ajánlotta fel. Kis Bernadett mellett a győzelmünk másik fő letéteményese volt Vámosi Panna, neked nyújtam át az ajándékutalványt, gratulálva a teljesítményedhez, és természetesen ez az óriási győzelemhez is. Felrém lett esetleg az áprilisi mérkőzés, amikor ugyanígy a Kecskemét ellen nagy hátrányban voltunk fél időben? Igen, nekem természetesen eszembe jutott, hogy ott is nagy hátrányból fordítottunk, és szerencsére ez most is sikerült. Szerencsére nem volt olyan nagy hátrányunk, de muszáj volt összeszednünk magunkat és fordítani. És ez hogyan sikerült? Mit beszéltetek az öltözőben? Akkor ugye 3 gól volt a hátrány, ráadásul úgy, hogy még vezettünk 10 perccel előtte. Mit kért tőletek Molnár András? Hát először is Molniba, amit kért első fél időben, az 25 percig tudtuk teljesíteni, az utolsó 5 percben kicsit visszavettünk, és így tudtak fordítani és elmenni. Első vagy második fél időben muszáj volt felpörögnünk még jobban és hozzátenni azt a pár gólt. Többször is jól sikerültek itt a második fél időben neked is, az egyeid olykor Zihor Florának is sikerült megindulni. Ezt a mérkőzést közben fedeztétek fel, Molnár András által volt kérdés, hogy direkt támadjátok ezeket a területeket, vagy hogy sikerült végül is ebből ilyen feltűnően előnyt kovácsolni?
Így, hogy cuccut kifogták, ugye sokkal nagyobbak voltak a helyeink, és Molliba azt kérte, hogy támadjuk meg az embereket, és nagyobb helyekkel így könnyebb volt bemenni. És ez a győzelem azt jelenti, ugye, hogy most már 6 mérkőzés után a két vereségünk mellett 4 győzelmünk van. Mennyire vagytok elégedettek eddig a teljesítménnyel? Beszéltetek eddig esetleg arról az öltözőben, hogy mennyit vártatok és mit kaptatok magatoktól ezeken a meccseken? Olyan szakaszon vagyunk túl, ahol két olyan meccsen kaptunk ki, ami nagyon erős meccs volt. Lehetett rá számítani, hogy nagyon kemény meccsek lesznek, és sajnos nem mi kerültünk ki győztesen, de ebből megpróbálunk felállni, és így álltunk hozzá ez a meccshez is, és meg is nyertük szerencsére. Többször ebben a szezonban előfordult már, hogy félidei előnyről bukott mérkőzést a Kecskemét, ez ezúttal is megtörtént. Mi vezetett elsősorban ez a vereséghez? Hát, igazából a második fél idő derekán, amikor még vezettünk is, ott elkezdődtek, hogy mindenki egy hibát vétett. Tehát igazából zicsert hagytunk ki, 7 méteres labdakezelési hiba, támadó fault, és ebből fordított a Hajdunánás, amit már nem tudtunk saját magunk javára fordítani ismét. Igen, több gólos előnyt kiharcoltak az első félidő elején is, onnan még visszajött a Hajdunánás, aztán a második félidő elején megint csak a Hajdunánás nézte a Kecskemét hátát, és aztán ez a második hajdunánási egyenlítés és aztán vezetés megszerzése, ez volt gyakorlatilag a fordulópont akkor, ami a kecskeméti vereséghez vezetett? De igazából, amit az előbb mondtam, hogy sorsdöntő szituációkban védettünk támadásban alapvető hibákat, illetve védekezésben is mi. Ami az első félidőben, illetve a második félidő elején működött, hogy összezártunk a áttörési kísérletet végző játékos előtt, az nem működött ebben a szakaszban. Tehát rengeteg olyan 7 méteres gólt kaptunk, ami ehhez vezetett. Mennyire volt esetleg, ha posztonként nézzük a játékosokat, velük elégedett, ugye például Palotás az első fél időben rengeteg átlövés gólt lőtt, mondjuk a másik oldalon Malát itt pedig úgy tűnt, hogy sikerült a Hajdunánásnak semlegesíteni, itt a végén volt egy óriási gólja, azontól viszont úgy tűnt, hogy ő nem igazán tudott mit kezdeni a hajdunánási fallal ma. Nem, amikor közelebb kellett volna menni, akkor távolról kísérletezett, amikor távolabbról kellett volna, akkor rámászott a falra, hát illetve egy kifejezetten kiemelkedő kapus teljesítmény nyújt a Hajdunánásra. A következő fordulóban majd a Tempót fogadják, aki eddig még pont nélkül áll a bajnokságban, akkor azt gondolom, hogy ezek után nem kérdéses, hogy ott a kötelező győzelem a cél? Hát az egyértelmű kötelező győzelem a cél, de ebből már volt egy pár darab nekünk ebbe az őszi szezonban, úgyhogy én bízom benne, hogy azért hazai pályán a 0 pontos csapatot meg tudjuk verni. Hát alig, ha úgy kezdtük a meccset, ahogy azt elterveztétek a lányokkal, egyszerűen ezt foghatjuk mérkőzés elejé álmosságnak, mert egyébként utána, még az időkérésed előtt is viszonylag hamar vissza tudtunk kapaszkodni a 3 gólos hátrány után. Ugye én arra hívtam fel a figyelmüket tényleg, hogy nagyon hegyezzük ki magunkat a mérkőzés elejére, mert ugye vannak gondjaik a kecskeméti csapatnak, és azt gondoltam, hogy ha az elején mi tudunk esetleg egy ilyen előnyre szert tenni, akkor esetleg nem olyan asszertivitással állnak bele a mérkőzésbe. De hát ez nem sikerült nekik, 1-24-nél már 3-0 volt oda, igen. És fél időben nagyon mérges voltam rájuk, mert nem akartam azt, hogy a egri mérkőzés mintájára egy rövid kihagyás miatt vereséget szenvedjünk, ugye, hiszen az első fél időt úgy kezdtük, hogy 3-0, és ugye úgy fejeztük be, hogy 5-0 nekik, egy 13-11-es vezetésünkről csak saját magunkat okolva, tehát összesen az egész egy 5 percig tartott, és azt mondtam nekik, hogy 25 percig dolgoztatok, 5 perc alatt gyakorlatilag kaptunk 8 gólt a felét, amit megküzdöttünk itt a nyitott védekezésben, nagyon mérges voltam rájuk, azt gondolom, az csak a saját hibáinkból alakult ki, és én nem szeretem fölemelni a hangom, én nem gondolom, hogy attól valakinek jobban igaza lesz, hogyha ezt hangosan mondja el, de úgy éreztem most ebben a fél időben ezt meg kellett tennem, és hát a második fél időben ugye hamar visszajöttünk egy gólra, megállt az időt, tehát néhány dolog azért borzolta a kedélyem, mert volt nagyon komoly játékvezetői tévedés is sajnos a mérkőzésben, de azt gondolom, hogy a második fél időben azért az erőfölényünk kijött, tehát tudtuk, hogy ők kevesebbet fognak tudni cserélni. Ugye nálunk az Elizi Fannit kivéve, ugye hát a Kemény Dóri voltak 7 métereseket, de hát 13 ember játszotta a mérkőzést, tehát azt gondolom azért
ez, hogy mindig tudtunk friss erőket beküldeni, vagy támadás védekezésben embereket pihentetni, azt gondolom az jó volt, hiszen az Osvay Fanni védekezésben sokat hozzátett, periódikusan kellett játszani támadásban, aztán a Vámosi Panna ma ismét kiváló teljesítményt nyújtott, ugye ott volt, amikor elvettek tőle egy gólt, illetve egyetlen egy rossz döntése volt, az összes többi azt gondolom, hogy mind a csapat érdekeit szolgálta, úgyhogy a második fél idő azért más volt, és azt gondolom, hogy a végére, hál' Istennek, talán csak a legvégére, de azért úgy tudtunk belemenni, hogy érződött, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. Szerencsé, hogy készültünk ember az emberfogásra, ezt alkalmazták az utóbbi időben is. Azt gondolom, azt jól megoldottuk, bár bátrabban is meg lehetett volna, hiszen a pénzes Laura a hármas védő volt, ki tudtuk csalni az első embert, egyedül maradt, és nagyon szépen tisztán védekezett a Laura, és ugye nem tudtuk rá a harmadik két percet megcsinálni a sérülését, pedig nagyon sajnálom, remélem, hogy nem komoly. De hál' Istennek sikerült a magunk javára fordítani, úgyhogy végre átléptünk egy határt, tehát amit mondtam, hogy komoly mérkőzést tudtunk nyerni. Az azért látszódott, hogy a közönség, igen, egy szép számú közönség volt, aminek nagyon örülünk, és úgy látom, hogy élvezték ők is, hiszen nagyon sokszor vastapsra jutalmazták azt, amit a lányok műveltek a pályán. Úgyhogy örülök neki, hogy ez így sikerült. Én nagyon bízom benne, hogy tudunk tovább menni. Ugye még van mérkőzés, azért bőven a felén vagyunk. Ugye túl ugye négyszer tudtunk nyerni, két vereséget szenvedtünk, két hazai, két idegenbeli. Én nagyon bízom benne, hogy szépen be tudjuk fejezni ezt az őszt, ha ilyen erőnk lesz, és azt kell mondjam, eddig azért nem dicsértem a kaput, most dicsérni kell, azt gondolom a Detti nagyon szépen végre, Kottából, tudatosan, végén nagyon fontos szélsőzicser, Karacsáz, mint ismerjük, tudjuk, hogy ha szorít az idő és a hely, mit fog választani, tudatosan belevédett a hatalmas átlövőjükre, ugye nagyon szépen tudatosan 8 átlövésüket is meg tudta fogni, úgyhogy én azt gondolom, most tényleg nagyon-nagyon oda tette magát mindenki, tehát a küzdeni tudás eddig sem volt baj, de most azért egy kicsit ez úgy éreztem, hogy a fejünkkel is párosul, és azt gondolom, hogy a végén megérdemelten hagytuk egyőztesen a pályát. Ha már utaltál a hátralévő mérkőzésekre, jön november 8-án egy Kispest elleni idegenbeli rangadó. Kispestre soha nem könnyű utazni, úgyhogy nem tudom, hogy készültek erre a mérkőzésre. Abban mindenképpen bízhatunk, hogy most talán a lelkeknek azért jót tett a pénzügyőr elleni vereség után ez a győzelem. Igen, és most ugye hét szünet, azt nem tudom, hogy jól jön-e vagy sem, arra mindenféleképpen, hogy fizikálisan tovább építsük a csapatot és az egyéneket. Ezt már arra szoktuk használni, illetve kapnak egy így különösen. Győztünk egy hosszabb hétvégét, egy háromnapos pihenőt, ami azért ritkaság. Ugye említettem, mi a nemzetünnepünkön is edzettünk, azt gondolom, azért azzal tisztában van mindenki, hogy egy ilyen teljesítmény mögött azért komoly munka áll. Tehát azért ezt nem csak úgy adják, hanem én azt gondolom, hogy ezért a játékosok nagyon tisztességesen megdolgoznak. Igen, és hát pénteki meccs, ugye Soroksáron nem volt terem, be kellett mennünk a péntek délutánba, szokatlan az időpont. De én azt gondolom, ha ilyen tempót tudunk menni, akkor lehet esélyünk, bár a Kispest ugye ott van, hogy összesen 3 pontot veszített, és amikor vereséget szenvedett, akkor is ez annak volt köszönhető, hogy kulcsjátékosai nem voltak ott, azért, mert a Göd azt gondolom elég sportszerűtlenül nem ment bele az időpont módosításba, de ez legyen az ő dolguk, tehát azt gondolom az egy nagyon komoly feladat, és igen, hát ez nagyon hosszú évek óta, ugye egyrészt egy baráti csata, és hiszen nagyon jó kapcsolatot ápol a két klub egymással, illetve egy nagyon komoly sportszakmai küzdelem is lesz, de nagyon bízom benne, hogy tovább tudunk menni ezen az úton, és hát azért elég mély gödröt ástunk magunknak múlt héten, de úgy látom, hogy szorgalmasan lapátoltunk múlt héten is, meg most azért szorgalmasan elkezdtünk mászni kifelé. Remélem, hogy kint is maradunk már a bajnokság végéig. Bizonyította a mai mérkőzésen a Kecskemét, hogy jobb erőkből áll annál, mint hogy a tabella utolsó előtti pozíciójában kullogjon. A hajdunállási győzelem viszont azt jelenti, hogy a vendégek maradnak a kieső zónában, de ami számunkra lényegesebb, hogy megvan a negyedik győzelmünk a szezonban, hazai pályán még hibátlanok vagyunk, 3-ból 3 mérkőzést nyertünk, ez pedig a pénzügyőr elleni komoly vereség után kellő önbizalmat adhat a lányoknak a folytatásra, amire szükség is lesz, hiszen ahogy a Molnár Andrással is beszéltünk róla, a Kispesthez látogatunk, az soha nem egyszerű, viszont azzal a lendülettel, amit kíván is Molnár András, és ami többször megvolt ezen a mai mérkőzésen, ott is lehet keresni valunk. Remélem, hogy élvezték a mai mérkőzést, köszönöm kollégáim nevében is, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is, a viszonthallásra, a viszontlátásra.